Egymásnak adják a kilincset az ügyfelek a parkoló irodában. Mindenki az éves bérlet megváltása miatt érkezett. A fizetős parkolási rendszer bejelentése óta nagy a forgalom az ügyfélszolgálatnál. A VÜSZ Kft. 2 hét türelmi időt ad a bérletek megújítására. Az éves bérletek tavaly évben a 2020 évre megváltott éves bérletek január 31-ig voltak érvényesek. Annyi segítséget adunk a lakosságnak, illetve a bérletet vásárlóknak, hogy a január 31-ig érvényes bérleteknek az érvényességet meghosszabbítjuk 2 héttel a mai naptól. Ez idő alatt kell bejönnek hozzánk az ügyfélszolgálata, és meghosszabbítsák az éves bérleteket. Jantász Ferenc hozzátette, csak a polgármesteri hivatal adócsoportjától kiadott igazolással adják ki a kedvezményes bérleteket. Az éves sárga lakossági bérlet ugyanúgy 6800 forint, míg a dolgozói kedvezményes bérlet ára 13000 forint. A kormányzati rendelkezések miatt az önkormányzatnak nincs lehetősége a parkolási rendelet módosítására, így engedményeket sem tudnak adni, a tavalyi árakat kell megfizetni. A bérlet tulajdonosok mellett azoknak is kedvezményt nyújtanak 4 napig, akik nem váltottak parkolójegyet kezd helyen. Úgy veszük észre, mindenkinek nehézséget okoz az ingyenességről a díjkötelezettségre való átállás, ezért annyi segítséget nyújt a Kft., hogy ezen a héten 2-től pénteki napig nem fogunk pótdíjazni, kizárólag felszólításokat fogunk, illetve figyelmeztetéseket fogunk az ügyfeleknek kiadni, aki nem rendelkezik érvényes jeggyel vagy bérlettel. Keszthelyen minden év május 15-én kezdődik a szezonális időszak a parkolásban, így már 8-tól 18 óráig kell fizetni a parkolásért, és hétvégén is díjköteles a parkolás, kivéve az ünnepnapokon. A május 20-ai kormányinfó jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy május 25-én kedden visszaáll az országban a fizetős parkolási rendszer. Az ingyenesség oka az volt, hogy a tömegközlekedési eszközök kevésbé legyenek zsúfoltak.